igazából kétszer voltunk már Magyarországon, tehát így éltünk. Az első az 2008-2009, tehát egy kicsit több, mert igazából október 2007, december 2009-ig, tehát egy kicsit több, mint két év. Aztán visszaköltöztünk Spanyolországba, és meg egyszer itt vagyunk 2014. október óta, hogy egy összesen mondjuk 5 év. Itt élünk a harmadikban, tehát az első periódus mondjuk akkor is Óbudán voltunk, úgyhogy gyakorlatilag ugyanaz a kerületbe költöztünk. Igazából Magyarországra azért kerültem, mert feleségemmel Bécsben találkoztunk, egy olyan európai, tehát mostanában nem tudom, hogy még mindig létezik-e, de olyan szociális projekt keresztül tudtunk ezzel költözni egy másik országba, vagy egy másik városba, és akkor Bécsben találkoztunk. Kezdtünk összejönni, és azért az első lépés az volt, hogy nekem egyszerűbb lenne találni munkát Magyarországon. Az, hogy nem beszéltem semmi magyar, mint a Zsófinak, ugye a feleségemnek Spanyolországban az, hogy nem beszélt spanyolul, hogy így kerültem ide. És gyakorlatilag Magyarországon mostanában, hát szerintem egy olyan 8-10 éve azért vannak elég sok munkahelye, ahol meg ezek a nagy multicég, ott lehet dolgozni, az, hogy csak angolul, meg azért ez egy plusz, hogy valamilyen anyanyelv szinte beszélsz egy másik, ugye nekem a spanyol. És ez így kaptam a munkát így Budapesten, majdnem rögtön, úgyhogy kicsit szerencsés. Otthon meg nem nagyon hittek el, hogy egy két hét alatt azért meg volt a meló. És meg egyszer igazából mostanában meg egyszer egy multinál dolgozok, és ez is elég gyorsan elintéztünk ezt a munkát. És hát ez igazából Budapest, hogy mondjam, mostanában persze egy csodálatos város, csak mostanában annyira nagyon megszoktam, tehát én mindig viccelek, hogy igazából meg nem rég sikerült ezt, hogy átmegyek a Margit hídon, és akkor nem a Budai vár felé vagy a parlament csodálkozom, hanem most már ott van, mindig az volt, és nem is nézem arra fele, úgyhogy ez még mintha normális lett volna nekem. De valahogy szerintem az meg nagyon elvezető város, mert igazából nagy, tehát 2,5 millióval, vagy nem tudom pont konkrétan, hogy mennyire, de azért 2 milliós, azt hiszem. Viszont meg nem túl messze van a... Tehát, hogyha akarsz kirándulni az egyik nap, akkor meg felszállsz a helyre, és akkor meg mit tudom, Szentendre fele, az ott lehet kirándulni. Meg nekem meg mindig csodálatos, mert ugye madridi vagyok, tehát Madridból származok, és ott nincsen folyó, tehát meg nekem az, hogy a római partra, ez is Budapesthez tartozik, ugye, és ott lehet a nagy Duna mellett sörözni, vagy akár kenúzni, meg olyasmi, ez egy elég nagy dolog. Meg persze mostanában a gyerekek miatt annyira nem megyek bulizni, de millió egy buli helyek vannak, meg igazából én nagyon elvezem a előzene, és szerintem Budapest nagyon szempontból az csodás, ez is nagyon jó. Rengeteg sok koncert van, meg lehetne azért menni, ha szeretnek. Meg is a közlekedés is szerintem sokan panaszkodnak, de nem, szerintem nem tudnak azért, meg mennyire szerencsés, mert tényleg, szerintem elég jól működött. Hiába mindenki kritizál reggel a BKK-t, de szerintem ez elég jól működnek. Meg pontosan jönnek a buszok, meg az északi busz, szerintem ez is nagyon jól működik. Úgyhogy precízen meg jól lehet ezek közlekedni Budapesten. Jó lenne, ha kevesebb mennek autóval, mert ezek a dugók, ezek elég dühítő, de meg olyan szempontból is szeretek Budapestet, hogy igazából én biciklis vagyok, tehát mindig, ha lehet, akkor biciklivel járok mindenhova, munkába is, meg olyasmi, télen is, tehát én végig járok, és ez is ugyanaz, mint a közlekedés, szerintem az itteni ezek panaszkodnak, de szerintem elég korrekt, tehát ahhoz képest, hogy mi a helyzet Madridban. Például azt szerintem jó, nem Amsterdamhoz képest az jó, lehet, hogy annyira nem jó, de szerintem javult egy csomó. Egyre nagyobb a biciklis kultúra, és én így nagyon élvezem. A szabadidőm az a sporttal, meg a társasjáték nagyon élvezem is. Olvasni szeretek, meg hát utazni, de mostanában azért nem annyira tudunk, mert ugye a pici, tehát két gyerek mellett annyira nem fér bele, néha.
és anno hát zongoráztam, de az meg nagyon rég, sajnos nem tudtam követni. A sport, az bármi, squash, tenisz, mostanában inkább a squash, és focizni, tehát nagyon régóta focizok. Budapesten mostanában a BLASZ, tehát a Budapesti Labdarúgó Szövetségi harmadik osztályban vagyunk. Én a közgáz metodikában csapatban játszok, és hát minden hétvégén nagy pályás meccs, meg hétköznap, vagy egyszer hetente azért kispályás bajnokságra is járunk, olyan edzés fajta. A squash azért, mert néha egyszer hetente, néha nem fér bele. És a társas játék, amikor belefér, de ez is nagyon elvezem különben. Olvasni, attól függ, hogy mennyire vagyunk fáradt este, azért, hogy buszon ülök, meg olyasmi, bár mondtam, hogy azért a busz az ritkanság van, mert ugye biciklivel járok mindenhova, és gyakorlatilag ezzel töltöm a szabad időmet.